Sziasztok! Ez most egy picit szokatlan videó, hiszen most telt le egy hét, amikor is heti vlogoltam nektek. Ez csütörtöktől csütörtökig kis vlog lett, remélem tetteni fog ez a kis videó, és velem tartok a következő pár percben. Sziasztok! Még nagyon reggel van. Ma 8-tól 5-ig órám lesz. 8-tól 1-ig és 1-től 5-ig. És az egyetem két végében, szóval drukkátok, hogy odaérek egyik órával a másikra. Majd nagyon-nagyon hosszú nap elé nézek, és küldjetek energiát, hogy túléljem. Please! Ma egy nagyon durva napunk volt. Ugye azt hittem, hogy reggel 8-tól egészen 5 óraig óra lesz. Hát nem igazán volt így. Azért beszélek ilyen lassan, hogy bevallom őszintén, most keltem. Az első órámról, ami lett volna sok óraiben, de úgy kiderült, hogy online fogják tartani, csak én nem kaptam üzenetet róla, és haza buzasztam. Tök jó, mert egyébként 8-hoz képest kicsit csúszásba, 9-kor éppen leírta is tudtam lépni, és akkor tök jó volt. Aztán kiderült, hogy nem tudjuk milyen okok miatt, a következő óra az érteni óra elmarad. És én mivel tegnap annyira sokat ugye utaztunk, a maszkban való utazás annyira fárasztó volt, korán keltem, hasonló, ma is ugye korán kell,
És én olyan fáradt voltam, önkímerültnek éreztem magam, olvastam. Aztán egyszer csak kicsit nagyobb pislogtam, és azt vettem észre, hogy basszus, bealudtam. Egyszer felriadtam, aztán így inkább lehet a szemüvegem, és vissza is aludtam egy kicsit, mert még ha már bealudtunk, akkor tényleg pihenjünk egy kicsit ki magam. Az utolsó dátum, amire emlékszem, az 4 óra. Most meg ugye 7. Szóval, hogy egy picit humás fejem mennek, azért van, mert aludtam. Ne haragudjatok, hogy nem láttuk belőlem semmit. Elmondanám, milyen kis dili ötletem támadt. Este 7 óra van, és én kijöttem hintázni. Hallgatom a tücsköket, hallgatom, hogy a kiskutyám picit kaparázza a kis kenejének a kis rácsát. Imádom a kis tukit. Le akartam nektek fotózni. Kicsit olyan rózsaszínes lilás az ég volt, csak éppen semmi nem látszik, mivel hogy ugye nulla fénymennyiség van körülbelül. Tehát emberi szem látja, más nem. Ja igen, tehát hogy azért mozog a kép, mert ugye behintázok. Csak valahogy meg akartam nektek örökíteni a kis nyugis pillanataimat. És szerintem most egy picit megpróbálok csontba lenni, ami állam tényleg kicsit nem nehéz feladat, de azt akarom, hogy ti is halljátok a tücsköket, és megéljétek fel a pillanatot. Jó reggelt! Szombat van. Öcsémet elvitt anya kirándulni, mert mint az osztályon mennek ki egy kis cuccoktól kirándulásra, amíg még úgy lehet. Én végre ki tudtam pihenni magamat, és szerintem a nap folyamán videókat fogok felvenni, videót fogok vágni, és készülök egy új projekttel, meg hasonlók. Szóval ez a mai projekt, aztán lehet, hogy kicsit takarítok is, de első körben vár a fürdőszoba, hogy kicsit rendbe hozzam magamat. Szóval, van mit jelentkezik. Jó reggelt! Éppen sietünk a buszhoz.
megyek be a városba ügyeket intézni, postára, bérletet venni, hasonlók, szóval viszlek magammal titeket is. Lehet, hogy csak vágóképeket fogok tudni felvenni, attól függ, hogy éppen hol fogok járni. Remélem, hogy szép a napotok, nekem egész jól indul, bár nem fáj a fejem se, nem fáj semmi, és így, na, szóval ezt szeretem. Sziasztok! A mai napon vége lesz a kis vlogunknak. Ma van a Lene Laura következő könyvének, a Bíz bennemnek a megjelenés napja. És lehet előrendelni egy dedikált példányt olyan fajta kis csomagban, amit a megjelenés napján az LL könyvesboltban kaptunk volna, hogyha ugye elment volna valaki.
de ugye a vírus hírek miatt az ilyen nagy tömörülést, a csoportosulást nem vállalták, és ezt teljesen megértem. De így tudtam rendelni saját magamnak, mivel sosem jutott kell egy ilyen megjelenésre Pestre, tehát valahogy sosem jött ki a lépés. A dedikálásaira, amik úgy voltak ugye városokban, az is általában ki kellett hagynom, mert mindig pont akkor jött közben valami, amit már kicsit kezdtem unni. De most lesz egy saját dedikált példányom, és ennek nagyon örülök, nagyon izgulok. Reggel kaptam egy e-mailt az ellelkönyvesboltból, hogy ma hozzák ki 13.20 és 14.20 között. 13.26 van, tűnő ülök. Szerintem mindjárt kimegyek és kinyitom a kiskaput, hogy csak így rohannom érte, úristen, megjött a könyv. Szóval ki van kinyitva az ára. Egyébként nem árulok zsákba macskát, 5210 forint volt. Maga a bizbennem példánya. Az, hogy az előrendeléssel megkapom az összes ilyen kis plusz ajándékokat, karszalag, kulcsdartó, azt hiszem ilyenekről tudok. Meg hát ugye dedikált példányról van szó, szerintem ennyit bőven megér, meg ugye a futárszolgálatos házhozszállítás, szóval szerintem egy 5000-et egy dedikált példány simán megér, főleg ugye a kis plusz ajándékokkal egyetemben. Ki hogy gondolja, de szerintem így van, és hamarosan meg is mutatom a kis szerzeményemet, és akkor majd meglátjátok. Yeah! Szóval, most ünnepélyesen kibontjuk, és meglessük. Ezt először egyébként a könyvmajos videóban fogjátok látni, és utána pedig a heti vlogban. Ha a vlogot nézed, akkor ide rakom a videót. Bízben nem karszalag. Ezt majd fel is applikálom a kezemre, és akkor majd úgy lehet vele flexelgetni. Egyszerű, de mégis nagyszerű. Szeretem az ilyen dolgokat. Ez a kedvencem most. És a lényeg... Úristen! Milyen kis tömzsi! Gyönyörű! Gyönyörű! Ja Istenem! És a legfontosabb... Szeretettel? Lejner Laurától. Elképesztően boldog vagyok. Tényleg. Azt a mindenit. Köszönöm, hogy osztottak az örömmel. Mert hogy úgy megoszthatom veletek. Van egy dedikált könyvem. Lejner Laurától. Imádom. Lecsekkolom hány oldalas. 479 oldalas. Lesz mit olvasni. Nem tudom, hallottatok-e már róla. Ez a iskolák országos versenyének a második trilógiája. Az Iob trilógia következő kis triója. Az első kötete. Vége a közös hetünknek. Ja, köszönök. Nektek pedig nagyon jó éjszakát kívánok.